Another visitor. Stay a while. Stay forever. Sziasztok, itt Normál 69, legújabb fejlesztésemmel, a modpakkal, melynek neve Expersion. Nézzétek, ilyeneket érdemes beállítani benne. Például a mipmap levelt, azt vegyétek re offra, mert baromira lassít, és a render distance is 8-on van. Egész kellemesen fut így nekem. A billentyűkről annyit nem beszélek, érdemes végignézni, én kúzoros vagyok, nem VASD-s, úgyhogy ez itt teljesen át van állítva minden szinten. Ha bármikor gondba kerültek, akkor megnyomjátok ott lent a Reset Key-t, az X-Ray mod, az meg csak addig lesz benne, amíg meggyőződök arról, hogy teljesen oké, és az ilyesz leosztás. Hangot azt ugye lejjebb vettem, hogy valamennyire élvezhető legyen így a videóim nézése, ne nyomjál a játék nagyon. És kezdjük is el az új világot így közösen megoldani. A neve legyen mondjuk... Igen. Expertion, ez egy angol kis szójáték. És teszt. Érdemes kreatívra állítani a játékot, sosem lehet tudni, mikor kell beírnotok egy utasítást. Seednek pedig ezt a T30-as javaslom, hogyha az aktuális világban egy végtelen lávatengerbe pottyantok. Ezt a Garden of Glass-t ezt meg ki fogom venni, mert ennek a modpacknek nem igazán az a célja, hogy Skyblock legyen. Hogyha valaki nagyon akar, akkor majd csinál. Persze, ennél sokkal hosszabb idő alatt generáltam le ezt a világot. Fel is veszek egy waypontot ide, hogy ez a spawn. Sötét zöld, hogy annyira ne zavarjon. Jóság. Well, mivel úgy indultuk neki a dolognak, hogy tudjuk, hogy egy veszélyes világot fogunk felfedezni, meg hát ki ne unná már a faöklözést kézzel öklözősír nélkül, azért egy ilyen kis alap exnihilós és egyéb felszerelést adtam a játékosnak. Ezek alapján... A csörgök így jó hang, ez nem nagy öröm. Na, kezdjük az alap összekeménykedett anyaggal. Ezt azért gyűjtöm már most be, mert a későbbiekben a kezdő technikai mód számára eléggé hasznos ez az agyag, hogyha jól tudom, szigetelőnek használja, és igen, az Immersive Engineeringről van szó, arról a technikai modról, amivel a legtöbben, akik türelmetlenek, elkezdhetik a játékot egy kis technologizálással. Én is szerintem majd erre fog tovább menni, bár ugye ügyelni próbálok, hogy mindig több utat is biztosítsak a különböző tárgyak eléréséhez, ugyanis nekem az nem jön be, hogy grindtech szinten egy-egy blokkot marha nehéz legyen összeraktatok, engem sokkal jobban foglalkoztat egy olyan játék, a blokkokat nem annyira nehéz összerakni, de amiket a blokkokból össze kell rakni, na, ahhoz már gondolkozni kell. Amint látjátok, elindultam dél-keleti irányba, ezen a szíden tudom, hogy itt van egy zöld fenség, illetve itt látszik, hogy a bokrokból is hasznos tárgyak esnek, sikerült egy csomó minden ilyesmit megoldani, hogy amiket dobnak, növények, szörnyek, stb., az egy kicsit hasznosabb legyen, érdemesebb legyen gyűjtögetni, ne pedig csak egy rakás hulladék legyen, amit idővel kidob az ember a szemétbe. Azt a vörös homokot meg csupán csak azért gyűjtöm be, mert ezt is ki lehet égetni üveggé. Sosem lehet tudni, mikor akarok üveget. Nem a játékban. Na és hogyha már ennyi van itt, akkor még visszak egy kis megkeményedett klét egyébként, hogy a clay blokkokat kéne csinálni, és utána kiégetni a sütőben, hogy megkeményedjen. Itt meg ugye simán terem ezen a jó kis mezabájomon. Ahogy látható, elég gyakran találkozok nodokkal, érdemes is velük vigyázni. Na itt van ez a dél-keleti, kicsit zöldebb fenség. Annyit elárulok, hogy a régi unalmas nedert alakítottam át egy ilyen kis poszt-apokaliptikus világgá, ahol nagyon nagy mennyiségben vannak hasznos erőforrások, viszont hát veszélyesebb is.
Elég legyen csak annyit mondanom, hogy minél szebb és zöldebb a terület, annál óvatosabban közlekedjetek rajta. És nyilván az se véletlen, hogy én most nem egy kis házikót építek, hanem éppen egy barlangba váljon be magam. Igen, igen, mindennek van oka, amit csinálok, de nem akarok spoilerezni. Hiszen a modpack is arra épít, hogy új megközelítés, gondolkozás, figyelem, és így tovább. Amilyen tulajdonságok szükségesek egy felderítőnek. Talán még a Prometheus című Alien folytatás vagy előzmény filmet is érdemes megnézni, hogy tudjátok, hogy pontosan mit nem szabad csinálni egy felderítőnek, és hogyan lehet az életeteket veszélyeztetni. Már ha valaki természetesen ilyesmi érdekel. Beraktam egy ilyen kis modot, ami környezetnek és tevékenységek megfelelő zajokat rak be. Eléggé meg vagyok felelégedve. És hát úgy gondolom, hogy a nedereken talán nem az egyetlen fémcsákányomat kéne koptatni. Inkább csinálok ilyen kis kőcsákányokat. Egyébként is nagy bányászat és favágás megszállott vagyok. A legjobb akkor, hogyha a föld alatt tudom vágni a fát. De most vissza is vonulok egy kicsit csöndesebbe, és majd csak olyankor fogok beszólni, amikor valami egészen érdekes dolgot mutatok meg, amihez magyarázati szükség van. Egyébként elég értelemszerű lesz. Zenét ugye sajnos elég nehéz a YouTube-ra feltenni, de ne habozzatok, rakjátok be a kedvenc zenéteket, dőljetek hátra, peckeljétek fel egy-egy gyufaszállal a szemhéjatokat, és nézzétek, mit csinálok. Sok hasznos tevékenység lesz benne, hogy hogyan kell túlélni, illetve hogy mi az első legyőzendő feladat. Hajrá! Ezeket a holmikat azért nem viszem magammal, mert ki tudja, hogy meghalok, aztán vissza kell menni a stufér, úgyse használom még őket. Úgyhogy kirakom szépen a ládába, valamennyire rendszerezve a dolgokat. Hálózsák, hálózsákban tudtok aludni, ágyat nem javaslom kipróbálásra, bár én beállítottam, hogy ez egy felszíni világ, így vizet is ki lehet önteni, és a többi, de valamiért sajnos az ágy robban, pedig nem kéne neki. Írtam is a Blood and Bones Gamingnek, a megfelelő Minecraftos fórumra. Hát, ha tudnak mondani valamit erről a dologról, lehet, hogy én rontottam el valamit, lehet, hogy ők fejlesztettek bele valamit, ami nem jó. Mindenesetre ágyakkal vigyázni, mert robban, és az odaadott hálózsákot érdemes használni. Szokványos módon biztos becsukom magam mögött az ajtót, módszert használok, és a környéket is egy kicsit kivilágítom, hogy talán akkor annyi szörny nem fog megjelenni körülöttem. Na például, hogyha ez beleütött volna a lávába, az eléggé hús-bús pandát csinált volna belőlem. Na, és egy. A F7-tel tudjátok ezeket a spónolás előrejelző dolgokat kihozni, ezt szerintem a legtöbben ismeritek. A sárga X azt jelenti, hogy éjszaka tudod azt spawnolni, a piros X az, hogy le van árnyékolva, és éjszaka és nappal is jöhet az ellenség. Na most egy pár dolgot ki kell, hogy telepítsek, például ugye a fakészletemet, mert az erősen fogyatkozóban van, és egy ilyen apokaliptikus világban nem sok helyre lehet őket elültetni. De pedig, hogyha netán eső esne, akkor egy kis vízfelfogó hordót rakok, és sokan ismerhetik Ex Nihilo, Skyblock és a többi. Jó. És akkor ide oktrojálunk egy diagonális feljárót, hogy ne ott a sziklán kelljen kézzel és lábújjal felmászkálni mindig, fátyákkal is próbálván takarékoskodni.
Ugye ebből tűnhet fel először, hogy ez a világ egy kicsit más, hogy lejjebb a kő helyett nederrek található. Jó, még egy kicsit följebb. Kevés a fákjám, nincsenem, nem akarom pazarolni. Jó. És az első grillcsirké csontostul, bőröstül betömöm az arcomba, mert a férfias férfiak így eszik a csirkét. Jó. Ki vagyok a felszínen. Már csak lépcsősíteni kell egy kicsit a környéket, és én már jó is leszek. Nos, ez az a dél-keleti kis fensík, amiről beszéltem, és a kis radar térképen már láthatjátok is az előnyeit. Vannak tavak, és van fű, ami túlélés szempontjából igen-igen hasznos. Úgyhogy ezt szépen körbe pakolom fele szeplingemmel, a másik felét elteszem, hát ha valami megsemmisíti. És nekilátok kimagozni a környéket. Hoppá! Egyelőre lovakat. És mamma cube-okat látok? Meg hát a rengeteg ennivalónak valót. Persze van még 8 krumplim is, azt is el fogom rámolni. De itt nagyon-nagyon speedrunban fogom teljesíteni az első feladatot. Én úgy satszolom, hogy egy olyan egy óránál valamennyivel kevesebb idő alatt sikerülni fog átjutnom a következő fázisba és világba. A modpack egyébként nagyon-nagyon hasonlít az Avanderlandra, ugye az előzményére, és annak az előzményére a Puzzle Boxra. És már lopom is haza a vizet és a magokat. Sokkal itt, ezen a világon, sokkal hosszabb a nappal, viszont ennek köszönhetően sokkal hosszabb az éjszaka is, és hát ti tudjátok, hogyha ki akartok menni este, én ezt most nem úgy fogom játszani, hogy éjszaka mászkálok. A kis szitapad, azt majd meglátjátok, hogy miért van ott külön téve a sarokba. A lényeg az, hogy beraktam egy ilyen könnyítő kis modot a szitáláshoz, ami egy utasítással, tape, mouse vagy tape mouse, angolosan kiejtve, klikkel nektek bal, vagy jobb klikkel, általatok megadott tikkenként. Igen, feldén rakom be az ajtót, hát aki tudják ütni a szörnyek, tulajdonképpen most van nyitva, ezért nyitott ajtónak érzékelik, és nem tudják kitörni a zombik, ha netán akarják. Bár én úgy vettem észre, hogy a Minecraft frissítése során ez a cucc, ez kikerült, már úgy látom, hogy faluba se törik be, de mit lehet tudni, féltsük az életünket. Szükségem lesz egy kis helyre, de nem ennyire a szélén, mert itt nem olyan vastag fölöttem a mennyezet, úgyhogy szerintem inkább itt a szitán és a nyúlon túl fogok csinálni egy kis veteményes szobát, mert itt elég vastag fölöttem a mennyezet. Olyan miért foglalkoztat ez engem ennyire? Érceket se igazán ütök ki. Benn van a Netherworld. Kicsit megkönnyítettem a Netherworld által adott módosítókat, de azért nem akarok véletlenszerűen találkozni tűzkukaccal, illetve egyéb bundormánnyal, de sietek is minél hamarabb, még mielőtt lemegy ott a nap, már elég kevés időm van, még begyűjtsek valamennyi erőforrást. Ugye itt most főszempont a víz, tehát hogy legyen otthon vízem, végtelen vízforrás. Volt olyan modpack is, ahol azzal játszottam, hogy ne legyen végtelen a víz, de ott általában könnyen elérhető pumpák és nagy vízfelületek voltak. Itt, amint látjátok a radaron, nem nagy vízfelületek vannak. De ezt szerintem nem kell magyarázni. Ó, egy kicsit körbe felderítem a fensíkot, hát ha van rajta valami jóság vagy csúnyaság. De úgy látom, hogy ez teljesen átlagos.
gyűjtök egy kis XP-t már most. Nagyon-nagyon jó dolgokra lehet használni az XP-t az enchantokon kívül. Saját szolgákat kaphattok, skilleket, ezt majd a későbbiekben meg fogom mutatni. De egyelőre még teperek. Na ott például van egy nagyon-nagyon rossz nód. Ezt ugye így is lehet tesztelgetni, hogy amikor a kis eldobált kavics az megindul a Stalkerhez hasonlóan, kb. Itt lesz a határa, még el lehet menni. A zombi pigmenek nem lesznek mérgesek, hogyha kiütitek az érceket, tehát ezen nem kell aggódni. Viszont, hogyha azt halljátok, hogy sziszeg, akkor kézzel-lábbal mindennel... Opp, itt egy másik nód is. Meneküljetek. Hallatszik, hogy üti ki a dolgokat. Na is lerakok egy ilyen kis figyelmeztetőt. És végül a veteményhez föld kell még. Én, aki lustább játékos vagyok, és annyira nem akarok szitálni, kell gyűjtenem egy kis földet hozzá. Mert föld nélkül az egész növénytermesztés ugye meg van lőve. Oh yeah! Az ásó a sima földet, meg a gravelt úgy viszi, mint az angyalpor. Már nem tudom, hogy az angyalpor hogy viszi, de most ez a hasonlat jutott eszembe, úgyhogy fogadjátok el. És már megy is le a nap, teperjünk haza. Remélvén, hogy útközben nem szippant be minket egy anomália. Elkezdtem kísérletezni egyébként a termosszal. A termosz az a kauldronból lett csinálva, ami a... azt hiszem... Nem Spigot. Van egy olyan cucc, ami egyszerre tudja futtatni a Forge modokat és a Bucket pluginokat, és nagy reménnyel állok elé. Kísérletezek, de hát először csak azt nézem meg, hogy a modok nagyjából hajlandóak-e együtt venni. Ugye a modpackről a T30-as seed mellett érdemes azt tudni, hogy csak Java 1.8-al tud együtt futni. Ebből nekem a 60-as verzió van. Épp most mondta egy haver, hogy neki nem indul be sajnos, átküldte a logot is, de régió szokás szerint teljesen értelmezhetetlen hibőzet volt benne, legalábbis nekem, hát most vagy butább vagyok, mint egy átlag macska, vagy pedig nála van valami probléma, hogyha jól tudom, én nem eredeti, hanem kölcsönzős verziót használ a modból, illetve a Minecraftból. No, hát itt ezt most lecserélem földre, az ércet nem ütöm ki, mert ha besziszeg és felrobban, akkor goodbye bázis ezen fele. Úgyhogy kettővel kevesebb dolgot tudok elvetni, de legalább nem kockáztatok. Itt azért még egy szélesség elkelhet. Na szóval, a szita az azért van így külön téve a ládáktól és egyéb olyan dolgoktól, amiben bele lehet jobb klikkelni, mivel ez a kis segédmód, ez a jobb klikkelgető, és ez ugye egyfolytában fut, amíg nem kapcsoljátok ki. És ennek köszönhető, hogyha szitálás közben véletlenül hozzányúltok az egérhez, és ráfordultok egy ládára, kemencére, crafting table-re, borzasztóan nehéz kijönni belőle, mert ugye kiklikkelsz, de utána az automatika egyből beklikkel, és ilyen nagyon-nagyon-nagyon kicsi fordulásokkal tudsz kijönni bele, hát inkább elkerültem ezt a lehetőséget ezáltal. Ezt meg most odaraktam, méghozzá azért, mert olyat akarok craftolni, amihez jó sok vízre lesz szükség. Ezért is merem azt javasolni, hogyha bárhol elakadtok, bármi probléma van, nézzétek meg a recepteket. Hát, ha lehet gyártani olyat, amit szeretnétek. És természetesen, hogyha netán olyan rendesek vagytok, hogy tesztelitek a modpacket annak reményében, hogy majd a későbbi szerverre, mivel sokat segítettetek, meghívlak benneteket. Ezért, hogyha van bármilyen javaslatotok, hogy hát itt nagyon kevés volt ebből vagy abból, nem-e tudnál berakni valami receptet,
és tényleg nem volt semmi, amit mondjuk figyelmen kívül hagytatok, és már biztosítja ezt a lehetőséget, szóljatok nyugodtan, megnézem, válaszolok, és update-be be fog kerülni az a recept, mivel ez most egy olyan filozófiai modpack, hogy bizonyos modok különböző technikai szinten össze vannak kötve egymással, tehát el kell érnetek mondjuk egy bizonyos fejlettséget az egyik modban, hogy a másikat tudjátok folytatni, viszont hozzátettem egy olyan filozófiát is, hogy lehetőleg több ilyen utat biztosítsak a számotokra. Ez a Infinity Evolved Extra Hard receptjei során került, hát akkor vettem észre ezt a dolgot, hogy én mondjuk nem akarok Vicselivel foglalkozni ahhoz, hogy a botaniában és a Towncraftban tovább jussak, abban viszont mind a hárommal kötelezően kellett foglalkozni, még akkor is, hogyha egy páran igazán utáltuk, mint mondjuk a mazsolát a vörösborban, vagy nem tudom milyen hasonlatot mondjak, nem akarok nagyon gusztustalan csinálni. Itt most épp azt nézem, hogyha kalapáccsal török ki egy kis nederreket, abból lesz zúzott nederrek, ami három elég fontos fémet tartalmazhat, úgyhogy mivel cobblestone kevés van, meg gravel, meg mindenféle ilyen cucc is, meg macera lenne, ezért szépen nekiállok kalapáccsal zúzni ilyeneket. Viszont nem szeretném, hogy oda spannolnának monsterek, és nem akarok túl sok fákját költeni erre. Úgyhogy nem mind Deadpool maximal effort, hanem maximal carefulness a helyzet. És közben vettem egy kis lábfürdőt is. Nézzük, tart-e még a hosszú este? Igen, meglehetősen. És még egy szörny is táncikál az ajtóm előtt, úgyhogy itt kimenésről szó sem lehet. Csináljam azt az úzott nedereket szaporán. Na, ez itt a lávahabkő, két tulajdonsága van. Az egyik az, hogy marhára csúszik és pattogsz rajta, olyan, mint a jég és valami gumiblokk kombinációja. Másrészt, amikor kiütöd, akkor kapsz érte XP-t, türelmesebbek lepakolhatják, kiüthetik újra, és egy lassú, lassú XP generálást ad. Majd meg fogom nézni, hogy mire lehető jó a későbbiekben, mert esetleg csapdákat egész jól lehet vele csinálni, hogy így csúszik, meg pattogsz, meg minden. Azért ások ilyen furcsán, lehetőleg benne maradjak minél kevesebb fákja hatókörében. Hopp! Ez itten blokklag volt. Se baj, remélem, hogy a termosz majd segít ezen. És neki is kezdek a jó öreg paraszti létnek, sajnos mínusz pálinka főzés, mert a forestry nincsen bent. Szépen összekaparok egy kapát, és megkezdem az ültetést. Yes, ez kajám!
A flex, azaz a kendermag, az pedig ugye olajat lehet belőle előállítani, meg zsinort, amiből később gyapjút, és így tovább. Maradékot meg, most mivel nincsen még egyáltalán sugárkénem, azaz nádam, ezért szépen búzával befetegetem, hogy kis öbelem ne okozza éhehalásomat. No, és akkor bele is kezdek a szitálásba. Ugye van ez a tape mouse parancs, tabbal ki is egészítette, látszik, hogy left, right vagy off. Én most jobb klikket szeretnék, és ennyi tickenként, ugye 20 tick egy másodperc. Most kipróbálom azt, hogy hány tickessel lehet jó gyorsan szitálni. És hát itt akár alt-tabbal ki is mentek a taskból, megnézhetek egy videót, közben ő szitál. Tehát szerintem kicsit jobb, mint az, hogy ráraksz egy nehezéket az egérgombodra, mert a közben ugye nehéz bármi más csinálni a játékba. Így viszont taskváltással akár át is mentek az inventorimba, és nézem, ahogy gyűlnek az érc töredékek. A szitálás az későbbiekben is hasznos lesz. Igyekeztem úgy beállítani az érceket, hogy fel kelljen fedezgetni, hogy melyik bájomban találhatóak. Úgyis ritkán vannak, bár egyszer ugye sokkal több. És hogyha valaki viszont unja azt, hogy mászkálnia kell, akkor álljon egy helybe és szitáljon, amennyit nem szégyel. Ugye több úton is el lehet érni az érceket, módszer. Hát itt most szépen el is szorgoskodok addig, amíg ez el nem fogy. És akkor ugye négyesével összepakolva lehet elkészíteni belőle a kiégethető cuccost. Régi extinolósok tudják, újabbak nem, biztos. De majd láthatok még pár érdekességet, azért végignézem, hogy mennyire fontos az a fém, amit éppen csinálok. De úgy néz ki, hogy egyelőre ezen a szinten leginkább csak vasra lesz szükségem, és semmi másra, amíg legalábbis kézen művelem itt a jóságot. Well, még vissza is lehet csinálni az érceket, mint a hófehérkében a törpék. Hófehérke? Hófehérke? Csipke Rózsika? Csipke Rózsika fönn aludt a kastélyba? Ja, hófehérke lesz az üverkok valósos nyanya. Ott volt egy magyar rajzfilmben az, hogy a törpék bezúzták az ékszereket, és szépen visszapakolták a föld alá az ércként a barlangok falába. Egész témát. Hát, ezzel most elleszek egy darabig. Hát úgy látom, a három tikkes a legfolyamatosabb módszer. Ez az egy tikkes, ez gyorsabbnak tűnik, de időnként akad. Gondolom, ember nem tud 20-at kattintani egérrel egy másodperc alatt, aztán a játék egy kicsit összezavarodik, hogy akkor ez most ember? Vagy egy mesterséges intelligencia, aki a barátom, és akkor egyből meg kéne neki adnom az örök életet, halhatatlanságot és ingyen sört? Nem lehet tudni. Mindenesetre elkészültem, úgyhogy ilyenkor szép óvatosan beírjátok az, hogy tape mouse off, és innentől már mindenféle autoklikkelés nélkül rá lehet fordulni ládákra és egyéb cuccokra. Nem jelent veszélyt. Na, veteményem meg közben szépen nőrügél. Well, azt várom, hogy adhassak már magamnak skillt ezzel a level up gújival meg foglalkozás, de hát még kevés az XP-m. Majd látni fogjátok, hogy a XP sorra ott a tárgyak, hotbar tárgyak fölött ki fogja írni, hogy choose a class, vagy feljebb ment a szinted, és ne osztályt válasz már magadnak, hanem valamilyen skillt, mert az XP-t lehetővé teszi. Hát még most megy le a hold. Ja, de hogy most megy le. Most van pont fönt, azt hiszem a zeniten, így kell mondani. Nem tudom, majd kijavítotok.
Hát, most megvárom a nappalt. Addig persze elintézem ezeknek a cuccoknak a kiolvasztását is. És elvileg itt van a nappal, úgyhogy balta elő, megyünk fázni. És jó, és ki is nőttek. No, semmi brutyó szörnye. Azt hiszem, neki láthatok a favágásnak, mert meg kéne nézni, hogy ezeket a lovakat, már hogyha Sanyinak hívják őket, akkor le lehet-e nyúzni a bőrüket. Na de most egy kis favágós rész következik. Mindenkitől elnézést kérlek, hogy a szokásnak megfelelően nem szakadt közben az eső, és hallatszik valami alig a hangomból. És sajnos időnként el kell viselni, hogy nem biztosítom mindig azt a minőséget, amit megszokhattatok tőlem. Jó, összepakol. Ugye ez a felszerelés úgy lett megcsinálva, hogy kicsit megvilágítom őket, elvileg akkor este is tudnak nőni. Szóval ez a felszerelés úgy lett csinálva, hogy akár még egy skyblockban is el tudjatok könnyebben indulni. De most nincsen rá szükség. Nos, egy igazi favágó. Hogy vágja a fát? Hogy fölülről lefelé. Ezt több kanadai dokumentumfilmben is megfigyelhetitek szerintem, hogy ugye a favágó először nederekből épít egy ilyen kis rudat a fa mellé, és akkor utána fölülről kezdi el kivágni, hát így csinálják a profik, akkor én miért csinálnám másképp, nem igaz? Hát de, nem? De, ugye, miért nem? De. Jó, és elvileg annak a jele, hogy sikerrel kiütöttem minden oborzén fablokkot, az, hogy a levelek pillanatokon belül lebomlanak, arról még megoszlanak a különböző személyiségem véleményei, hogyha ugye a csont vagy a sima krúkkal, azzal a kis kampóval ütögetett ki a faleveleket, hogy lisztkukacot találjál, és a hernyójával megfertőzhesd a fát, hogy rengeteg stringet dobjon. Szóval, hogy ilyenkor, mikor esik több kötél, én úgy vettem észre, hogy nem akkor, hogyha krúkolom, hanem hogyha simán kivágom a fát. De, aha, oda elbújt egy szepling. De hát ezt majd meglátjuk közösen. Illetve, hogyha ti kipróbáljátok a modpacket, akkor ti látjátok meg, aztán írhatjátok ide a videóm alá, hogy hé, hát de hát inkább krúkkal csináld meg, a több alma esik, vagy valami ilyesmi. Ez úgy, hogyha ilyet tesztek, az nekem jól esik. És vigyázni kell, mert a békés állatok se tűrik annyira, hogy te éppen le akarod őket ölni. És morfos formámnak köszönhetően most már akár lehetnék fehér ló is. És ha lesz gyerekem, ő lenne a fehér ló fia, ami egy nagyon-nagyon klasszul megcsinált régi magyar animációs mesefilm. Még akár felnőtteknek is van benne szerelem, ármány, legkisebb fiú és társai. Na, úgy látom, azért valamennyi bőr dobnak, bár kaját nem. Pedig itt nálunk lehet a piacon lókolbászt venni, és elég finom. De hát itt úgy látszik, csak a lóbőrt lehet róluk lehúzni. Úgyhogy kérem a lovakat szeretők azok a... Most ne nézzenek ide, mert én éppen egy népszerű film címet gyakorlok velük. És azt a lovat nem ölöm meg, ha csak nem jön ide ilyen aranyosan. Mert ott egy gravitációs kollapszus engem beszívna. Opa. Yes! Sanyikám, hát le tudtam húzni a bőrödet legalább. Yep. Azok a kis piros meg sárga körök, amiket időnként láttok így a videóban, az azt jelenti, hogy jobb vagy bal klikkeltem az egérrel, okosabbak rá fognak jönni, hogy mikor, melyik szín jelent jobb, és melyik szín jelent bal klikket. Most viszont rám írtak TS-en. Úgyhogy egy kis szünetet tartok az utó szinkronba, és megnézem, hogy mi az. Aha.
Gábor barátom kifaggatott arról, hogy From the Depths-be az ágyútornyokat akkor hogy is lehet berakni, úgy mikor akadnak és mikor nem a hajótesthez képest. Na de visszatérve a Minecraftra, kis luttal tartok hazafelé kicsiny lyukamba, ami azért remélem, hogy elég mélyen van ahhoz, hogy ne okozzon problémát a dolog, amit nem akarok spoilerezni. Ezeknek a ládáknak meg, amint látható, az az előnyük, hogyha fölöttük van blokk, akkor is kinyílnak, nem épülnek össze dupla ládává, tehát kompaktabb és részletesebb tárolókat lehet velük csinálni. Jó. És akkor szépen óvatosan, azért becsületből kiégetem ezeket a cuccokat. Jó lesz az még későbbre, nem csak a vas. Hanem majd, amikor az immersive engineeringes rendszert csinálom, arra is hasznos lehet. Na és ez a második vödör, ez nagyon kellett, mert ez az, ami megkönnyíti majd az innen történő kijutásomat. Két vödör víz, prima, nappal, prima. Akkor itt most egy kis leóvakodás, és magma cube holokauszt. Ágán. Hello, szomszéd. Nézd, kapsz egy kokit. De sokan vagytok, basszus. Belökjetek a lávába. Ti beleeshettek, de én nem. Igen, az oda lemerült. Oké. Okay. Megpurhadt. Jó vagyok. Erre lesz majd a kiút. És akkor most szépen azt fogom csinálni, amit az egyszeri narik. UHC alatt. Azaz. Render obsidian kiváló. Így. Blutty. És így. Jóság. Végtelen vízforrás kint, ott egy kis füstölgés. Meg érdekes új effekt. Kíváncsiak, melyik mod rakta be a sok közül. Ennyire részletes leírást azért nem szoktak adni. Ja, ő nem kell ide. Még bezavar itt a precíziós melóba. Rendben. Kígyószisszegés. De ez úgy vettem észre, hogy nem komoly. Aztán persze majd gondolok arra, hogy nem komoly. És borzasztóan komoly lesz. Hát ez is szintén meglátás tárgya. No. Aki kitalálja, hogy most mit csinálok, az nem fog összeszorított térdre kerülni körülbelül egy percig, amíg megcsinálom. Jó. De azért szerintem elég sokan sejtitek, hogy mi történhet itt. The Great Escape, nagy megmenekülés. Így. Sütj! Oda és formába öntjük. És így nincsen szükség gyémántcsákányra. Sütj! Harmadik szint. Jó,
meg valami helyen le tudok menni. Cool. Itt mi füstölhet, ezt nem tudom, de jól néz ki. Gondolom, hogyha közel van a lávához, akkor produkálja ezt az effektet. Egy. És most már csak a teteje van hátra. Meg ugyebár egy hely, ahol majd lemászhatok. Mondjuk így. Így. És így. Gyönyörű, formátlan, csúnya építmény. De itt most a sebesség a lényeg, nem pedig az, hogy gyönyörűséges, nagyszerű és fanatikus legyen. Úgyhogy, mint a népmeségből is ismert lávahordó anyóka, vagy én esetemben apóka, mert nincsen rakott szoknyám, sőt a közelemben sincs rakott szoknya, és minden rakott szoknyával kapcsolatos pletykát tagadok, ugyanis én a kötős szoknyát szeretem. Majd egyszer próbáljátok ki nyáron, hősök terén, szoknyában görkorcsiázni, nagyon felszabadító érzés. Hát nem izzadnak be az utót fenntartó szervek, mondjuk így azt hiszem eléggé finoman le tudtam írni. Úgyhogy ezek a skótok, ezek nem is olyan dilisek. Bár náluk mondjuk pont hideg van. Tehát még hogyha Skócia valahol a déli tengerpartján vagy Hawaii környékén terülne el, akkor érthetőbb lenne ez a szoknya viselet, mert most egy hegylakó nem hazudik. Szerintem higgyünk nekik. Jó. És gyönyörűségesen el is készült a téma. Hoppá. Ez nem az az izegés volt, ami korábban. Lehet, hogy érdemes figyelni. Jó. Így. Eső azóta se esett. Ami egy Wastelandben mondjuk nem annyira meglepő, hát a Mad Max új rendezői feldolgozásában, hogyha alaposan megnézitek, végig gondosan nem esik az eső sehol. Oké, és mit vinnék el magammal egy ilyen felderíti útra? Szerintem a leghasznosabb lenne egy Flint and Steel. Úgyhogy ex nihilos kalapács 2000. Szépen csinálok belőlük soder. Mert ugye azért próbáljátok ki, tehát egy marha nagy samesz kalapáccsal nyáron nekiállok az udvaron szétverni egy nagy kőkockát, meg sóderesedik idővel. Csak persze vigyázni kell, hogy legyen rajtatok munkáskesztyű, mert a kőből akármikor a kezetekbe mehet a szálka, és a kipattanó szikrák felgyújthatják a környéket, lokális Armageddont okozva ezzel. Úgyhogy ügyeljetek a védőfelszerelésre, és hogyha nincs, Vetraniótól kérjetek kölcsön a munkavédelmi sámlit. Na itt most szépen megtanulmányozom a recepteket, pont úgy, ahogy nektek tanácsoltam. Szitálásból 15%. Szerintem megkísérlem én azt, hogy régi kiásom ásóval a sódert módszerrel, jön-e flint, én megmerem kockáztatni, hogy legalább egy flint fogok találni benne. Na, és, mit mondtam? Na jó, persze utolszinkron, de ott van az egy flint. Én vagyok a flinthozó. Kicsit kevésbé ismert, mint Prométheusz a tűzhozó a görög mitológiából, tehát nyilván tüzet nem tudtak volna annak idején gyújtani flint nélkül. Kovakő. Ugye érzitek az összefüggést? Itt van a tűzhozó, aki úgy hozza a tüzet, biztos elég kényelmetlen, hogy csütögeti a markát meg minden, de hát ugye ez az egy lehetőség van. És akkor ugye van a flinthozó, aki a tűzszerszámot hozza el, de hát ugye róla nem beszélnek annyit, hogy odafordult egyik ősember a másikhoz. Annak idején, hogy hé, figyú, van nálad egy gyújtó? Hát nincsen, de van nálam flint. Azaz kovakő. Ugye egy kis angol leckét is kaptatok. Flint, kovakő, kovakő, flint, refrigerator, hűtőszekrény, ami nem tartozik ide, de lehet kraftolni modfekben. Majd próbáljátok meg, milyen, amikor kimossátok mosógépben a páncélotokat. Jó.
És úgy tűnik, hogy persze redukált és kivágott ennyiséggel, hogy megszabadultam a Wastelandről, és hol vagyok? Wastelandben. Na, akkor itt most van valami probléma, vagy mi a helyzet? Minden esetre a hálózsákos alvás az helyrehozta a dolgot. Creeperekkel van bevetve a terület, úgy látom ki is keltek. És ott van egy árnyékos rész. Most az okos ember elindulna ott a sivatag irányába. Na persze, lerakok egy waypont, hogy visszataláljak a kapuhoz. A nether kapuhoz, vagy mégse nether kapu, ki tudja. Az ilyen kapukat egyébként lilás színnel szoktam ellátni. Mindig ránézésre tudjam, ott egy dungeon. Itt állott vizes tó. Ott naplemente. Menj a sivatag felé. A sivatag felé menjél. Nem megy a sivatag felé. Na nézzük, mi történik azzal, aki nem hallgat arra, amit én mondok. Ó, de a sivatag felé mész. Ne, ne menj a sivatag felé. Ne menj a sivatag felé. De a sivatag felé megyek. Na jó, hát akkor nézzük meg, mi van, ha valaki a sivatag felé megy, amit mondtam, de aztán meggondoltam magam, de aztán megint mondtam, de aztán megint meggondoltam magam. Vannak itt ugye kavicsok, amiket lehet dobálni, meg skorpió. És a skorpió annyira cseles, hogy nem csak break a brekegéssel álcázza magát, de becsal a creeperek közé, és akkor így ugrasz, meg menekülsz a creeperek elől, nem veszed észre a másik creepert, és így jársz. Hát remek ez a dolog. De legalább egy gyönyörű zöld erdőbe spónoltam valahol, még jó, hogy megjelöltem ugye a kaput. Mert itt is van sivatag, de ez nem az a sivatag, és ruhában fürdőző lányok vannak a vízben. Ezt be is írom, itt vannak a nők. Gondosan ügyelve a helyes írása, persze, és rózsaszínnel, amit felajánlotta. Nézzük csak, mivel lehet megvédeni a nőktől magunkat, szerintem virágot kéne szedni. Csokoládé, az csak majd, azt hiszem a... Jaj, melyik módban is van? Mine Factory Reloaded-ben. Szóval az még egy kicsit messze van, de ha virágokkal megdobálom őket, akkor talán békén hagynak. Minden esetre azért szedek ki egy kis tölgyfát, mert hogyha a virágokkal való megdobálás nem jön be a nők távoltartására, akkor az, hogy ráraksz egy bazi nagy fatörzset, az még mindig segíthet. Legalábbis reméljük, hogy a valóságban szerzett tapasztalataink, azok a Minecraftban is segítenek nekünk. Szerencsére Phantom mondta nekem, hogy a tölgyfa sapling az milyen menő fegyver, úgyhogy most ezzel nyomulok. Amíg meg nem találom a kicsiny holtetem. Et. Szikla nekem gyanús. Hát jó. Van egy nagy kövem és egy kis kövem. Mehetek a megkövezésre. És az ott mi? Jól láthatólag nem egyszerű szikla, hanem valami kristály. Lassító kristály. Na, hát akkor most hát tudjátok, hogy miért kellek későn, és miért vagyok ilyen lassú. Mert lassító kristály van az inventory-ban. A szemfülesebbek megcsodálhatják a sivatag minden csodálatos feature-ét. Ugye száraz bokrok, kaktuszok, homok végtelenségig. Hoppá. Egy Tomcraftos oltár, induljunk el a másik irányba. Hát, hogyha jön az a dohányos miniboss, ami mindig így beködösíti az egész pályát. Egy kis kaktusz. Most sosem árt, hogyha egy sivatagba hirtelen le tud rakni az ellenség elé, ő meg belegyalogol. Jó. Ne is nézzünk az oltár irányába. Mégiscsak kellemesebb, hogyha a hátulról üt le. Ott valami ugrált. És az a valami, ami ugrál, elég határozottan valami szöcskebékának tűnik. Jó. Szöcskebékáskodjon. Én most nem akarom őt zavarni abban, amit egy szöcskebékának
Csinálnia kell, ott meg nagyobb szörnyek is vannak, úgyhogy hussanjunk el innét villám gyorsan. Nem tudom, hogy ezek a... Azok mik? Már megint nők. Single-be játszok, és ennyi nő jön fel a szerverre. Ez gyanús. És truccot is hoztak magukkal. Ez szerintem tanúbizonysága annak, hogy ezek a nők gonoszak. Különben miért tartanának maguk mellett struccot? Nem igaz? Ott is van egy. Na, ő szerintem egy punk. Nem nézünk rá, nem köszönünk neki. Ez valami golyószórós rendszerű cuccos. Oké. Próbáljuk nem fölbosszantani. Aránylag túléltem. És letoltam egy almát is. Na, itt van a kis holtetem. Nem. És ugye elég nagy inventória van, sőt, minden belefér. Egy kis XP, amin volt. Nagyját visszapakolom, a kardot kirakom. Így, ahogy szokott lenni. Remem közben nem spawnol mögém 817 millió creeper. Az ott a saját fejem. Csörgök itt, jó? Az ő mindig meg tud lepni. Ja, és őt semmi nem pusztítja el, csak három ásújtés, így. Egyébként akár lávába haltok meg, akárhol, bárhol, bármikor, ez a kis test megmaradt, tehát érdemes körbefalazni ott a lávát, vagy teledobálni gravellel, aztán leásni, és meg fogjátok találni a kis testeteket. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy még arra is van megoldás, hogyha entből kipottyansz, akkor sem lesz bajod. De ezt nem hallottátok, mert spoiler. Annyira rossz volt, hogy leesel az endben, és akkor elveszik minden tárgyad. Bár ugye van olyan mód, ami berakja azt a chestet, amiben megtálod ilyenkor a cuccaidat, de... Na, itt volt a másik creeper robbanás. Jóságosság. Szóval az azért macera tud lenni, de megígérhetem nektek, hogy nem vesznek el a tárgyaitok azért, mert leesnek az endben, valamint nem fogjátok siratni a tinkeres szerszámokat sem miatt. Jó, még egy kis felderítés. Amit szeretek. Ha, itt lesz egy templom. Majd a későbbiekben kiások. Hát most mi baja történhet? Single playerben vagyok. Hú, onnan jöttem. Jó, ez nem egy anomália. Azt tudtátok, hogy az Anna Mária név és az anomália semmilyen összefüggésben nincs egymással? Csak hogy tágítsam a látókörötöket. Illetve Minecraft, bocsánat, látó négyszög. Négyzet? Téglatest? Még egy kis loot. Még egy kis loot. És én nem tartom kizártnak, ez a nagy, kőfallal körbevett, nagyon ruhak által lakott település lesz az ideglenes bázisom. Még össze nem szedek valamit, például a hordázós birkák szőrét. Elvileg, igen, ilyenkor az egész falka rádveti magát. Itt az állatok egymásért is kiállnak a lemészárlóik ellen, bár alapban nem támadnak. Ó, és felvettem a gyűjtögetős hasznos kártyajátékos lapok közül egyet. Aha, támadás esetén a knockback-et. Jó, megtanultam. Ezeket meg lehet tanulni, lehet cserélgetni, és bele lehet rakni valamibe, ami nem Pokémon, de hasonlít rá, és majd később megmutatom, mi az. Na gyertek, birkák, menjetek rá a kaktuszra!
Szeretitek ugye a kaktuszon leszúrkodni magatokat, nem? Ezek okos birkák, ezek intelligens birkák, és jönnek. És minden irányba néznek a szemeikkel, jaj. Oké. Na, normál 69 a birkaverő. Az ott meg egy hasznos erőforrás tartalmazó kis kocka birka lélek. De azt hiszem, őt már nem tudom elkapni, és egyébként is megy lefelé a nap. Ezért betolok ismét egy egész grill csirkét, mint a férfias férfiak, és elmenekülök a veszélytől. Kivéve, hogy itt bent nagyobb veszély van, de hát csak nincs nagyobb veszély. Egy hangya. Velük legyetek nagyon-nagyon óvatosak. Ezek hangyák. Látom, itt elpusztult egy gólem. Itt meg a homokvihar. Tökéletes falalakban tolta be a homokot. Hát őket majd valahogy ki kéne szabadítani, csak egy kicsit para, mert hogyha egyszer is rájuk üttök, akkor jön egy 100 hit pontos, 20-at sebző szörny, és elkezd gyepálni benneteket. Úgyhogy mérhetetlenül nagy óvatossággal járok el. Ott például megöli a falusit, hát csodás. Na mindegy, biztos rosszul programozták a gólem robotokat. Indít. Egy arany, de most már nem kéne mennem felfedezni, mert már sötétedik. És itt kb. Úgy sötétedik, mint hogyha cipőpasztával kennék be a rövidlátáshoz alkalmazott szemüvegedet. Úgyhogy egy fény. Reméljük, hogy a gólem nincsen kill all humans-ra állítva. Szépen béfalazom magam. És akkor ez lesz itt a kis helyem, ahol berendezkedek és flóítom azt. Hiszen elvileg itt van már láda egy csomó kajával és minden egyéb érdekesség. Na, ugrunk egy kicsit az időben. Na, berendeztem, kilútoltam, itt látjátok, hogy lehet már osztályt választanom, mutatom is, amit erre a billentyűre, erre a level up GUI-ra beállítottatok, azt kell ilyenkor megnyomni, és akkor itt kaptok egy kis leírást az osztályról, hogy miben jók, mindegyik oszlop másra kap extra XP-t, kivéve ez a freelancer, és ugye kaptok alapszkilleket, amik nem ekkorák, mert nagyon tápos volt, nagyon hamar el lehetett érni, kimaxolni az összes skillt, ezért lejjebb vettem. Ez pedig a második megnyomásra jön be, amikor még rakhattok a skillekre. A következő dolog, amit még XP-ből lehet csinálni, ez a kis négyzet, új vásárolható egyes láda mértékű inventorikat vehettek, amik elvileg halálnál nem tűnnek el, tehát megmaradnak, és az aktuálisra lehet lecserélni. Ahogy látjátok, itt most üres, és ott benn vannak a cuccaim. Most ebbe az inventoriba belerakok ide egy ilyen dust stacket. Megnyomom, visszaváltom, és a dust stack itt van, de innen kivehetem, persze akkor kidobja. És így egy elég Jézusom, női hangok. Ne, bejött egy nő, megöli a gólemem. Mondjuk elég erős. Tessék egy virág, ő, csak ne hűj meg, kérlek. Ennyi lett volna az első rész. Kérdések, lájkok, bejegyzések, egyebek jöhetnek. Szerintem folytatni fogom. Sziasztok, Normál 69 voltam. De ki ez a nő?